Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Dunaújvárosban nem az első sajtótájékoztatót tartom, bár most az SMS kampány időszakban most először jutottam el ide Herman Henrikhez. Seres Mária látogatott városunkba, hogy az SMS szervezet célkitűzéseit, terveit vázolja fel a dunaújvárosi közönség előtt. Az egykori civil mozgalom ma a Seres Mária szövetségesei nevet viseli. A változás oka, hogy a korábbi név gyűjtőfogalommá vált. A Seres Mária szövetségeseiből viszont csak egy van. Kifejezi azt, hogy miről szól ez a szervezet, üzenetek. Olyan üzenetek, amik évek óta itt keringenek a közéletben, csak nincs, aki meghallja, és nincs, aki meglássa. És az már egy lépés, hogy az üzeneteket megfogalmazzuk, utána megtaláljuk az értő füleket, meg a látó szemeket, akkor már csak jó szándékú emberek kellenek, akik ezt megvalósítsák. A Fejér megyei 4-es választókerület egyéni indulója Herman Henrik, aki a szervezet országos listájának második helyét kapta meg, elismerésül annak, hogy Cseres Mária a szervezet meghatározó személyiségének tartja a dunaújvárosi vállalkozót. Én mindenképpen egy folyamatos kommunikációs olyan munkaprogramban gondolkodom, ami azt jelenti, hogy én nagyon várom természetesen 7-e után, ha bekerülök az országgyűlésbe, hogy az önkormányzati választásokhoz elkezdünk felkészülni, és itt ebben az esetben, ugye a 4-es körzetben 9 települést véve a képviselőkkel együtt. Hát ugye a képviselőket ugye a szavazók választják, meg ugyanúgy a képviselőkkel együtt egy úgynevezett körzetgyűlésen belül döntenénk el nyilván azokat a stratégiai, középstratégiai kérdéseket, amire igennel vagy nemmel kell válaszolni majd ugye a parlamentbe. A sajtótájékoztatót követően lakossági fórumot tartottak a Bartók Színházban.